Amikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézust. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek. Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől? De amikor oda néztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jól lehet, igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült, és megdöbbentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Ti a keresztre feszített Názaret Jézust keresitek. Feltámadott, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová tették. Menjetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok, amint mondotta nektek. Erre kijöttek a sírból, és elfutottak, mert rettegés és ámulat fogta el őket, de senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. Az asszonyok korán reggel elmentek Jézus Krisztus sírjához. Hiszen bementek a sírba, és jobbkész felül egy ragyogó fehér ruhába öltözött fiatal embert láttak. A Szentírás több helyen említi ezt a jelenséget. De ki ez az ifjú? Ki az, aki ott van Jézus Krisztus föltámadásának tanújaként? Lehet maga Jézus Krisztus, hiszen olyan jelentés van, amikor Jézus Krisztussal találkoznak a kenethúzó asszonyok, és ő mondja nekik, hogy föltámad halottaiból. De lehet angyal. Sőt, van, hol két angyalról beszél a Szentírás, az evangélium. Az angyal és Jézus Krisztus tulajdonképpen ugyanaz is lehet. De tulajdonképpen bármelyikünk lehet ez, a ragyogó fehér ruhába öltözött ifjú. Hiszen Jézus Krisztus mindannyiunkért támad fel, és mindannyiunknak ajándékozza önmagát és az örök életet. És nekem oda kell eljutnom a kenethozó asszonyok kapcsán, hogy ez az ifjú, aki most ott vagyok Jézus Krisztus sírjában, sírjánál, az én vagyok. Én tapasztalom meg Jézus Krisztus föltámadását, és Jézus Krisztus, mint föltámadott önmagát, rám bízza. A fényes ruhába öltözött ifjú az asszonyoknak a sírban azt mondja, hogy ne féljetek. Ne féljenek annak ellenére, hogy milyen borzalmas dolgokat kellett átélniük az elmúlt napokban, hogy végig kellett nézniük, szenvedniük a mesternek a szörnyű kihallgatását, megostorozását, megkoronázását, keresztre feszítését és eltemetését. És mégis azt mondja, hogy ne féljetek. Azért, mert amit itt látnak, az minden félelemre, minden aggódásra választ ad. Mert ez a ifjú nem csak bátorítja őket, hanem tanítja is őket. Tanítja, hogy a Názareti Jézust keresitek? Nincs itt. Feltámadt. Itt a hely, ahol tettétek. És történjen bármi. Nincs alapja a félelmeteknek attól kezdve, hogy az a Jézus Krisztus, akit megöltek, harmadnapra föltámadt, hiszen háromszor megjövendőlte, háromszor elmondta nekik, hogy meg fognak ölni, de harmadnapra föltámadok. És nekünk is ezt mondja, történjen bármi, legyen háború a közelben, legyen békétlenség, legyen gazdasági bizonytalanság, legyen munkahelyi nehézség, legyen családi probléma. Ne féljetek, mert Jézus Krisztus föltámadt, és föltámadása válasz minden félelmünkre. A fehér ruhába öltözött ifjú, miután az asszonyokat bátorítja, elmondja nekik, hogy mi is történt itt, azt mondja nekik, hogy menjetek. Most már bátrak vagytok, tudjátok, hogy mi történt, feladatotok van. Menjetek,
Amit tapasztaltatok, azt mondjátok el a tanítványoknak és Péternek. Mondjátok el, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Mondjátok el, hogy senkinek nem lehet félni. Mondjátok el, hogy Jézus Krisztus mindennek értelmet adott feltámadás által. Mondjátok el, hogy Jézus Krisztus erősebb a halálnál. Mondjátok el, lehet, hogy ti is meg fogtok halni. Lehet, hogy a ti életetek is véget ér. De van folytatás, van feltámadás, van örök élet. Ezt bízza a fehérruhás ifjú az asszonyokra Jézus Krisztus sírjában. És ezt bízza 2022. húsvétján mindannyiunkra személyesen ez a fehérruhás ifjú.